Kedves testvérek, hát szeretetlánk ünnepen veszünk részt, majd a szentmise keretében a megszentelt gyertyákat is ugye úgy kapjátok meg, hogy a József atya veszi a gyertyát, azt mondja, ez szívem szeretetlángja, a lelki napról, hogy le van írva, gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább. Vedd ezt a lángot, ez szívem szeretetlángja, gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább. És valóban ugye erre vágyunk, bár maga is ezt mondta, hogy tüzet hozni jöttem a földre. Mennyire vágyom rá, hogy az meggyulladjon is. Ez a tűz, hogy a szeretetnek a nagy tüze, a szeretetnek a nagy lángja, amelyikkel Isten szeret minket, és Isten vágyódik utánunk, és ezt akarja átadni nekünk a maga teljességében. A lelki naplóban azt olvassuk, hogy azt mondja a szűzanya, hogy ilyen nagy megmozdulás nem volt részemről, mióta az ige testé lett, hogy akkor maga testi valójában szülte világra Jézus Krisztus, most pedig lelkileg akarja átadni nekünk, ahogy azt mondja a szeretetlánk lelki napoló, hogy szívem szeretett lángja Jézus Krisztus. Jézus akarja egészen nekünk odaadni, hogy bennünk is felgyulladjon ez a nagy láng, a Isten szeretetnek és az ember szeretetnek ez a nagy lángja, hogy bennünk is kiformálódjon, hogy egykor Mária szívében és mélyében kiformálódott Jézus Krisztus úgy, ami testünkben és lelkünkben is kiformálódjon a krisztusi jellem, a krisztusi valóság, és valóban azt tapasztalhatjuk, hogy minél inkább járjuk ezt az utat, annál inkább ez megvalósult az életünkben, és hogyha kérjük, hogy a szűzony a szeretetlángja járjon át minket, akkor a maga gyengéd, szeretetteli, kedves módján ezt ő nagyon hatékonyan tudja előmozdítani. Én legalábbis a saját életemben azt tapasztaltam meg, hogyha visszagondolok a 30 évvel ezelőtti énemre, vagy 31 néhány éve, amikor megtértem, hogy abban még mennyi erőszakosság, mennyi ilyen harag, meg keserűség, meg önszeretet volt, és tudom, hogy nem azért változtam, ha változtam valamicskét, mert hogy én már annyira megdolgoztam saját magamat, annyi önfegyelemmel, meg mindenre rendelkeztem. Nem erről van szó, hanem hát én valóban rögtön a 90-es évek elején megtérésemkor találkoztam Krisztussal, és találkoztam a szeretetlánk lelkiséggel is, úgyhogy még nem is tudtam, akkor, hanem csak a Ferenciek terén kaptam egy kis imát, amit most az Egyesülés imájaként ismerünk már, hogy a lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, és én ezt akkor már elkezdtem imádkozni, anélkül, hogy tudtam volna, hogy mi ez, aztán lejöttem ide Török Bálintra, ugye 91-be, és akkor aztán megismerkedtem az Angyi néniékkel, és kiderült, hogy ez a szeretetlánk lelkinaplóban lévő nagy ima, az Egyesülés imágy, és valóban arra vágytam, hogy én az Isten gondolatát gondoljam, az Isten szavait szóljam, az Isten tetteit cselekedjem, és az ő életét éljem, hogy valóban Jézussal együtt gyűjtsünk. Ugye, hát nem feltétlenül úgy valósult meg minden, ahogy én gondoltam, ugye a halottak még nem támadnak föl, de a bennem lévő halott dolgok azok feltámadtak. És hogy sok mindenben megértésre jutottam. Ugye ezt már többször elmondtam, ez az egyik nagy felismerésemet, hogy így szoktam megfogalmazni, hogy azt akar, amikor feljutok a mennybe, Isten azt fogja megkérni tőlem, boldoggá tetted a feleséged. Hát ugye, és akkor erre jól lenne azt a választ mondani, hogy hát legalábbis igyekeztem. Tehát, hogy nem az a dolog, hogy én boldog legyek, hanem hogy boldoggá tegyem a másik ember. De hogy nem olyan mondani, hogy boldoggá teszlek, ha beledög lesz is, hanem hogy Isten valahogy ki munkálja bennünk azt az együttérzést, azt az empátiát, azt, amivel már elkezdem megérteni a másik embernek a valóságos vágyait, érzéseit, elkezdek kapcsolódni hozzá, már nem kívülálló vagyok az ő életében, hanem valamilyen titokzatos módon együtt tudok vele lenni, már nem az ítélkezésnek, a megszólásnak a gondolatai vannak bennem, hanem az örömnek, vagy a fájdalomnak, az együttérzésnek, tehát együtt örülünk az örülőkkel, együtt sírunk a sírókkal. Tehát a szeretetnek ez a lángja elkezdi átjárni az én belső világot, és elkezdi életre kelteni ezeket a halott dolgokat, és valóban megvalósulnak ezek a dolgok, amit imádkozunk az imába, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtson, és anélkül, hogy észrevennénk, egyszer csak tényleg arra kezdünk el menni, amerre Jézus akarja, úgy kezdünk el gondolkozni az imáinkra, megkapjuk a visszajelzéseket, és mind ez ennek a nagy kegyelemnek a része. Amikor Gyertya Szentelő Boldogasszonynak az ünnepén
Jézus bemutatása a templomban, hogy a szűzanya bemutatja a mi szívünknek és életünknek, egész valónknak Krisztust, és ez a Krisztus elkezd növekedni bennünk, ahogy a szűzanya szívében és mélyben elkezdett növekedni, és ugye abban a reményben élünk, hogy mire életünk végére eljutunk, addigra, mert ez a krisztusi valóság, ez egészen annyira teljesé tud lenni bennünk, hogy amikor feljutunk a mennyországba, akkor már nem kell azt mondani, hogy de édesfiam, neked még a tisztító tűzbe kell menned, mert még annyi keménység, annyi vád, annyi minden van benned, rossz jellem és tulajdonság, hogy hát bizony azt még ki kell dolgozni, hanem hát ezek már itt, ebben az életben kiégnek bennünk a szeretetnek ebben a tüzében és lángjában, és amik kis apró hibák vannak, ilyen hát napi megszólások, ilyesmi, amik hát hát én nem vagyok tökéletesek. Azokat Krisztus végre lemossa, a kegyelem átjár, és már azt hallhatjuk, amit mondta az Úr, hogy gyertek hozzám, atyám áldottai, és vegyétek birtokba a földet, mely kezdettől fogva készült nektek. Hát ezt készíti a szűzanya, ezt készíti Jézus, és ezt készítjük mi is ezen a mai napon, ezen a szép ünnepen, a szeretetlen ünnepén, amikor ugye majd meggyújtják a gyertyát, a megszentelt gyertyát, és megkapjátok, akkor ez egy szimbólum nyilván, de a valóság, ez a szimbólum megmutatja, hogy igen, itt él bennünk az Isten szeretetnek és az ember szeretetnek ez a tüze, ez a szelíd láng, ez a gyöngefény, ez a szelíd csoda, mondja a Szentírás, amikor a szívek mélyén csodákat tesz, és ez valóban megtörténik, adja Jézus, hogy így legyen mindannyiunk életében. Amen.